860 foci csapatot neveztek az iskolák a Diákolimpiára, a területi döntőt követően Nagykanizsán a Vármegyei Viadalon is az Asbóth Technikum tanulói győztek, így kerültek a legjobb 20 közé, akik az országos megmérettetésen Debrecenben rúghatták a bőrt. Minden iskolából 10 fiatal küzdhetett a mérkőzéseken. Az asbóthosok mind igazolt labdarúgók, az iskolában is jó csapatot alkotnak. Felkészítőjük szerint nagy élménnyel gazdagodtak a fiatalok. Ez füves pályán zajlott, 4 csoportban, 5-ös csoportokhoz, 4 pályán zajlottak a mérkőzések, mi is játszottunk 4-et. Ezt meg kell említeni, hogy 6 mérkőzést játszottuk a 3 nap alatt, és 6-ból 4 mérkőzést megnyertek a fiúk. Csak ugye a speciális sorsolás alapján már csak az első 8-ban nem kerültünk be, csak a 8-tól 9.-20. helyen játszottuk, de utána minden mérkőzést megnyertek, és így lettünk igazából 9-ek. Az Asbóth Sándor Technikum szakmai sikereit már az egész országban ismerik, így még nagyobb öröm, hogy az oktatás egyéb területein ugyancsak jól állják meg a helyüket a tanulók. Csótár András igazgató elmondta, a szakképzések mellett komoly munka zajlik a testnevelés órákon is. Ennek köszönhető, hogy a sportban szintén kiemelkedő teljesítményt nyújtanak a diákok. A testnevelés vonalán is különösen minőségi munkát végeznek a kollégáim, hiszen nem csak a szakmai és közismereti versengés fontos egy iskola életében, hanem a sportélet is ugyanolyan fontos, hiszen az egészség megőrzés, az egészségtudat kialakítása az alapfeladata, azt gondolom, egy oktatási nevelési intézménynek, és ahogy jönnek a szép szakmai sikerek, én úgy érzem, hogy az iskola egyéb területei is zárkóznak fel ehhez, és mindenki részese szeretne lenni ennek a nagy munkának, ami itt az Asbóth Technikumban folyik. A foci mellett többek között sikeresek voltak az asbóthosok a nyílt irányzékú sportlövő bajnokságon, atlétikában, vagy például lábtollabda megmérettetésen is.